A dalom különlegessége az, hogy mi dalszerzők több országból származunk, és direkt az Eurovízióra írtuk ezt a dalt. Jonas és Johnny Svédországból, Primo Spanyolországból, James Írországból, Peti Magyarországból, én pedig a malmöi magyar lány. A dalszöveg arról szól, hogy aki rátalált a nagy őre, és ő elhagyta őt, akkor soha nem fogja elfelejteni, mert mindig benne marad ez a kis szikra. És ez éjszakánként fel tud lángolni, mint egy hulló csillag. A színpadon Hoffmann Mónika. Hoffmann Mónikát láttuk és hallottuk. Az a nagy kérdés, hogy Hoffmann Mónika a szülővárosában, Malmöben, a nézőtéren vagy a színpadon lehet-e ott. Hallgassuk a zsűri értékelését. Rakoncai Viktor. Hát Mónika, itt tulajdonképpen azért küzd mindenki, hogy eljusson oda, ahonnan te már visszajöttél. Ugye, mert ha nem valaki nem tudná, Mónika Svédországban nőtt fel és Malmöben folytatta a zenei tanulmányait. De ettől függetlenül ugye, ez a dal egy, úgy érzem, egy monumentális hangszerelésű dal, legalábbis ezt az érzetet szerettem volna kelteni. Viszont azt éreztem, hogy dallamban, különösen a refrénben viszonylag későn történik meg a katarzis. Tehát valahogy az ének dallamban nem jött át nekem az a monumentális érzés, de minden esetre nagyon karakteres és erős hangod van. Köszönjük szépen, Ruzsa Magdi. A Mónikával közös múltunk van, mi még lakótársak voltunk, ugye anno a Megasztár alatt, igen.
Na de a dalra visszatérve, én azon gondolkodtam közben, hogy azért a Mónikának nem volt olyan egyszerű dolga, mert nem csak egy egysíkú valamit énekelt, hanem itt azért voltak mély hangok a legmagasabbig. Ez a dal egyébként maga a fölépítés nem annyira az én világom, de én azt gondolom, hogy ez egy eurovíziós dal. Itt minden, ami a színpadon történt, ez egy tipikus eurovíziós történet. Csiszár Jenő? Hát, édes Magdikám, mi egész délután fogtuk egymás kezét, de szerintem most el fogod engedni, mert hogy szerintem meg ilyen, hogy eurovíziós dal nem létezik. Ne viccelj már, hát hogy ne létezik? Figyelj, mondok neveket, jó? Mondok neveket. Lordi, Finnországból. Eurovíziós dal volt? Nem a győztesekről beszél a Magdi. Az teljesen Léna, máshogy van. Léna, igen, mert vannak mindig kivét. Eurovíziós dal volt? Én azt gondolom, hogy az International Izraelből eurovíziós dal. Vele vagyok, Magdi, A te dalod, amivel Magyarországnak örömet szereztél, bocsánat, Filip, hogy itt az orrod előtt, Magyarországnak örömet szereztél, az eurovíziós dal volt? Nem, de az még nem jelenti. Megjegyezték egy világ... Tehát igen, ilyen, de hogy bocsáss, eurovíziós meg, az dal, még nem gyerekek, jelent. Akadjatok már el. Kész, nem, én nem tudom befejezni a mondatomat. Igenis van eurovíziós dal, ezek a jellegzetes, nagyívű dalok, amit a Mónika most itt átadott. Vannak nagyívű dalok, vannak építkező dalok, vannak szépen előadott dalok, de az, hogy eurovíziós dal, vagy nem, a Lordi, ne vicceljetek már. Gyerekkorom óta nézem az Eurovíziót, 1001 ilyen jellegű dalt néztem már végig, mint amilyen a Mónikáit. 2012-ben. Lorin az Eurovíziós dal volt. Nem lehetne jó, pontozzunk. Igen? Pontozzunk, Jenő, pontozzunk, jó? Ma Rusa Magdit kérem. Ne a Jenőt pontozd, a Mónikát. 8 pont Rusa Magditól. Rákai Filip. 7 pont. Csiszár Jenő. 7 pont, Rakoncai Viktor, ez is 7 pont, és Valkó Csaba, ez is 7 pont összességében, ez 36 pont. Köszönöm szépen, Mónika, te is csücselj le a többieknél.